Jó napot, csókolom, sziasztok! Jövő nemzedéke, ifjúsági műsor. A jövő nemzedéke műsorunk következik, üdvözlök mindenkit, de mindenek előtt téged üdvözöllek, Pongrácz. Én is üdvözlöm, Sándor bácsi. Köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Nagyon szívesen, bármikor. És mi történt a kezeddel? Hát, a minap voltunk két gondozóval kint szánkózni, és a lejtő alján megakadt a szánkó, és én egy ilyen dupla szalatót nyomtam előre, és a csuklómra érkeztem, és eltört. Ó, hát ez, ez nagyon kellemetlen dolog. És már így az orvosok rendbe tették. Igen, helyére tették és begipszelték. És a babát meddig kell hordozni? Hát, hat hét. Hát, az, az elég sok, és az embernek éppen a jobb keze, ugye? Igen, amivel írok meg. Igen. Hát ezt is ki kell bírni valahogy. Nem szokatlan, bár még a jobb kezem sose tört el, de a bal az meg már három helyen úgy, hogy Hogyha időjárás változás van, nem érzékeny a kezed a, ö, a hidegre. Igen. A hidegre szokott fájni. Hát Pongrácz nagyon sok minden érdekelne. Persze csak annyit mondjál nekünk magadról, amennyit akarsz, de minden érdekel. Békés Csabán születtem 1996-ban. Most 19 éves vagyok. Ö, ott laktunk Békés Csabától nem messze új kigyóson hogy oda jártam iskolába egészen második osztályos koromig. Kénytelennek voltunk elköltözni, ugyanis édesanyám megismerkedett nevelőapámmal, és ő pedig kecelen lakott az édesanyja, és úgy döntöttek, hogy akkor költözzünk el oda. Mivel édesanyámnak már egyetlen egy érő rokona se élt akkor. Igenis, hogy érezte magad kecelen? Eleinte furcsa volt, de még kicsi voltam, így gyorsan megszoktam a környezetváltozást. Már édesanyám mondta, hogy én gyakran sírtam eleinte, hogy nem akarok menni, meg nekem itt jó, hogy miért kell nekem is menni, menjetek csak ti. Ilyenek voltak. De... Kecel ugye az nem egy olyan nagy hely, vagy hol? Van. Nem, hát egy tízezer fős kisváros. Igen? Nagyon régen jártam már ott, úgyhogy nem is tudom, hogy hol tart igazából szépen fejlődik a város, folyamatosan újítják fel a parkokat. A... van egy ilyen nagy park a városközpontban, a liget, ott rengeteg vannak, több száz éves fák is, szóval gondozás alatt van folyamatosan. És aztán hogy folytatódott? Nevelő apám egy borászatnál dolgozott, de viszont kapott állást Esztergomba a Suzuki gyárnál, és akkor így a jobb élet reményében fölköltöztünk Esztergomba. Ott nem sokáig laktunk, egy év, talán másfél. Utána megint az lett, hogy visszaköltöztünk Kecelre, de nem ugyanoda jártam iskolába, hanem a szomszéd városba, Kiskörösre kezdtem el iskolába, iskolába járni. Hát és rengetegszer váltottam iskolát, ez ugye hatott is rám valamilyen szinten, hogy mindig új közeg, mindig beilleszkedni, Sokat kellett alkalmazkodni, de ez így jó hatással is volt rám, mert ugyebár könnyebben beilleszkedek az emberek közé, meg megtalálom másokkal a közös hangot. Tehát neked sikerült a beilleszkedés. Igen, sikerült. Néha több-kevesebb sikerrel. Volt, hogy kiharcoltam magamnak, tehát ökölel, tehát Igen. a tiszteletet. Kénytelen voltam néha kicsit erőszakosabbá válni, hogyha olyan volt a közeg. Beszélj nekem valamit arról, hogy hogy a, a szüleiddel milyen kapcsolatod van? Édesanyámmal jó a kapcsolatom, bár sokszor megbántottam, és ezért kicsit is fordult tőlem, de amióta itt vagyok, újra támogat. Édesapám, az sajnos fiatal voltam, három éves körül lehettem, amikor ő, valamilyen bűnügybe belekeveredett, és kénytelen volt elhagyni, a... és hát lesittelték volna, de elhagyta az országot, tehát, és azóta semmit nem tudunk róla, az hogy éle vagy halott. Lett egy nevelőapám, amint az imént mondtam, kicsit mogorva ember, tehát akarata van, meg tekintét követel magának, hogy igazából neki mindig igaza van, meg az ő szava szent és sértetetlen. És ezért sokszor... ezt hogy tudod tűrni? Nehezen tűrtem, de kénytelen leszek, hogy újra tűrjem, ugyanis szeretnék visszakerülni az édesanyámhoz, a családba. Megvan neki is a maga méltósága, de ő viszont tett is, letett már jó sok mindent az asztalra, ami miatt lehet is neki. És ők is kijönnek egymással a szüleid? Ők jók jönnek, kisebb-nagyobb veszekedésekkel, de a legtöbb veszekedés miattam volt igazából, hogy én szembe mentem vele, meg egymásnak ugrottunk. És uh, hol tanultál? A nyolc általános iskolát, Petőfi Sándor általános iskolába végeztem el kiskörösen, majdnem kitűnő tanulóként. Onnan rendészeti pályát kezdtem el Kalocsán a Dózsa György gazdasági műszaki szakközépiskolába. tizedik év végén meg is buktam, meg ki is rúgtak az iskolából, mert ugye amint elkerültem szakközépiskolába, akkor már a kábítószer belépett az életembe, úgyhogy onnan kirúgtak ez véget, és elkezdtem még egy iskolát, épületi és szerkezetlakatosként, ahol egy ötös szintvizsgá után, 9. évfolyam végén, egy szintvizsga után abba hagytam a tanulmányaimat, és beálltam dolgozni. És mi érdekelt a rendészetben? Hát igazából a harcművészet meg, hogy ugye az ember mégis megerősödik szellemileg is, meg testileg is, tehát szerez egy fizikumot, amivel tud állni az életbe. És hogy tud olyan embereken segíteni, akik bajba jutottak, vagy éppenséggel olyanokat rá sem juttatni, akivel csak a baj van. Tehát majd, hogyha megerősödsz, találsz, akkor majd szóba jöhet ugye valami tehát a folytatása is. Igen, szeretném folytatni, mert hál' Istennek igaz, hogy voltak ügyeim, de nem lettem büntetett előéletű. Így tudom folytatni a pályát. Mondanál nekem valamit arról, hogy mi érdekel téged? Engem nagyon érdekelnek a sportok, a testépítés, az informatika világa, a hobbim a rajzolás. És milyen témában szoktál rajzolni? Még mi kezdjék? Igazából nincs kötött téma. Például mondkor a londoni tóvert rajzoltam éppen. Sikerült fejből megrajzolni. Meg azelőtt meg egy sárkányfejet rajzoltam, ami igazából a két témának semmi köze egymáshoz. Mit szeretsz olvasni? Szeretek olvasni. Most éppen egy sokak által ismert regényt olvasok, egy trilógiát, amit meg is sorozatot is csináltak belőle a Trónok Harca színű könyvet, ami éppenséggel 869 oldalas, és még olyan 90 oldal van belőle hátra, és még egy hetese olvasom. Szóval nagyon leköt, meg tetszik is a történet. Krimiket szeretem, meg hát az ilyen detektíves könyveket igazából, az ilyen bűntények, tehát ez is valamilyen szinten kötődik a rendészethez. Igen. Szóval, hogy mi az, ami érdekel. És a, a szabadidődet hogy tudtad eltölteni korábban? Hát a szabadidőmet nem éppen könyvolvasással töltöttem, hanem mindig a csavargáson járt az eszem, hogy most, ahogy végeztem a munkából, hazamentem, nem az, hogy lepihentem volna. Annyi volt, hogy megfürödtem, gyorsan ettem valamit, aztán mentem a havárokhoz, és akkor a kábítószerbe csúsztam bele folyamatosan. Bihentés. Tehát az volt a napi cél, hogy végeztem a munkával is mentem. És hogy tettél szert ezekre a haverokra? Nem volt nehéz dolgom, mert abban az utcában, ahol lakok, ott minden harmadik házban igazából olyan lakik, aki valamiféle szert fogyaszt, és így nem kellett messzire mennem. Jártam szórakozni, ott is ugye szintén, hogy ne csak mondjuk ígyunk valamit, vagy megiszunk két sört, hanem akkor szívjunk fel egy utcát, vagy valami, szívjunk el egy füves cigit. És a, a, költségeket hogy tudtad rendezni? Tehát miből telt? Ö, abból telt, hogy dolgoztam egy egyrészt, másrészt pedig, hogyha kaptam valamit, vagy megvettem valamit, akkor egyből túl is adtam rajta. Tehát, vagy beszéltem kábítószerre, és a szüleid nem vették észre, hogy baj van nálam? De a szüleim észrevették, főleg azon, hogy a mozgáskoordinációmon, meg a beszédemen, meg hát a szemeimen látszott, hogy nem vagyok teljesen tiszta. Aztán egyszer végvérvényesen bebizonyosodott, amikor hazaértem egy szórakozó helyről, és megálltam a szobába, köszöntem, hogy sziasztok, és így eldőltem, mint egy fa, és bevertem a fejemet és én erre teljesen nem emlékszek, tehát annyira nem voltam magamnál. És miért volt neked erre szükséged? Valószínűleg azért nyúltam hozzá, mert nevelőapámmal nagyon sok volt a vita, vita, köztünk, tehát hogy valahogy úgy éreztem, hogy ő nem törődik velem, nem tanított meg olyan dolgokra, hogy hogy kell motort vezetni, mint barátoktól, haveroktól tanultam meg az autóvezetést, sok dolgot, tehát ő nem tanított olyan dolgokra, amit egy, apa a fiának meg kellett volna, hogy tanítson. Igen. Tehát, hogy ő mindig dolgozott állandó jelleggel. És nem is volt olyan, hogy leültetek volna beszélgetni? Volt olyan, de az is csak okítás volt, hogy ezt így csináld, azt úgy csináld. De hát egy gyerek vagy egy tinédzser minden mondja, jobban mondják, hogy ezt nem szabad, ezt úgy csináld, akkor is az ellenkezőjét fogja csinálni. Tehát ez egy nehezebb időszak volt, és... Igen, meg hát ő reggel is megitta a maga kis itókáját, meg este, amikor hazaért, akkor meg becsicsánt, egy kicsit lerészegedett, akkor is megitta a magáét, és én ezzel úgy voltam, hogy ha ő csinálhatja, én miért csinálhatnám ezt. Amikor megtudták a haverok, hogy te kilépsz ebből a társaságból, illetve hogy te vállalod a kezeltetést, mit szóltak hozzá, nem akartak lebeszélni? Ők nem is tudnak róla, hogy én itt vagyok, és én ennek örülök, hogy nem tudnak róla, ugyanis én még 17 év, 16 és fél éves fejjel ugye elkerültem otthonról, saját lakása bérletbe, ami természetesen a kábítószerben, meg hogy nem tudtam már egy idő után dolgozni se eljárni, elúszott, és akkor utcára kerültem, ott lent Kecelen, följöttem Pestre, mert van itt egy ismerősöm, aki munkát adott, meg lakást is, és csak azt is elszúrtam azzal, hogy én kábító De ott a vidéki haverok nem is tudnak róla, hogy én bejöttem, mert teljesen leszeretném cserélni a baráti körömet, nem szeretnék abba a társaságba visszakerülni. Igen, hát ez nagyon jó is. De hogy lehet megbízható barátokat szerezni? Biztos olyannal, akinek az élet célja valamilyen szinten azonos az enyémmel, hogy ő is gyógyulni kíván, és ezzel tudjuk egymást támogatni, hogy ne drogozz, ne így áll. Természetesen nem szórakozó helyen, ahol az ember ugye ittasan, vagy éppensége beállva ismerkedik valakivel, abból nem lesz igazi erős barátság. És te könnyen tudsz kapcsolatot teremteni emberekkel? Hát elég könnyen tudok kapcsolatot teremteni, igen. Tehát csak olyanokkal, akik szintén drogot fogyasztanak, vagy akik nem? Az akik enkiből... nem, azokkal is jó, meg tudom magam értetni. És sor kerül te ilyenre, hogy tarhálás? Hogy valakitől kikönyörögni mondjuk pénz, vagy... Igen. Ő, került rá igen. De az, az családon belül volt. Igen, igen. Tehát te nem szóval olyan idegentől fajta, nem. Hogy kimentél volna az utcára, nem. és hát elmondtad volna, hogy nagyanyámat eltemet, kell temetni, és nincs rá pénz adjanak. Nem, ilyen nem fordult elő. Igen. Beszéljünk az érzelmi dolgokról, a, a szerelemről beszéljünk. Szerelemről. Hát a szerelem szerintem egy elég komplikált dolog. Tehát van ugye a plátói szerelem, <laughs> ugye amikor neked tetszik valaki, és te is szeret, vagy szeretnéd, hogy veled legyen, és ez a másik fél viszont rád se hederít, vagy ha igen, akkor te valahogy azt érzed, hogy ő viszont neki más kell. Ilyen volt egy lány, aki össze is jöttem végül, de én éreztem, hogy ez nem az a kapcsolat és ugyanúgy szereztem tovább, de úgy éreztem, hogy miatta képes lennék letenni, hogyha ő megkér rá. Ez az egyik. A másik pedig volt egy olyan lány, akit nagyon szerettem, tehát az szerelem is volt az ő részéről, meg az enyémről is. Együtt is éltünk másfél éven keresztül. Hány éves voltál ekkor? Még most csak 19 vagy. Hát lassan 20, de ennyi lettem, 10. 17-18 között, 17-18 között voltam valahogy. A lányjal semmi baj nem lett volna, csak elég utóbb olyan családból származott, akik ilyen pénzéhesek voltak, és én dolgoztam, és követelték a pénzt, hogy adjak nekik kölcsön, amit persze sose kaptam vissza, hát kétszer adtam, de egyszer se kaptam vissza, és így úgy döntöttem, hogy nem adok nekik többet. És akkor ez véget nem a lány miatt sokaltam be, hanem a családja véget. Sokaltam be. Anyagilag meg nem álltunk úgy, hogy ő például nem kábítószerezett, és amikor vele voltam, én is csak ritkán. Igen. Csak ahogy szétmentünk, egyből visszacsúszom abba a havari körben, régen voltam. Ugye a lány az jó szívú volt, aranyos, szép is volt. Hát okos, nem volt éppen okos, de nem azt mondom, hogy buta volt. Csak ő is abba hagyta a tanulmányait, de viszont dolgozni tudott, meg szeretett is. Én is egyébként szeretek dolgozni, és nem bírom a tétlenkedést, de mégis megszakadt a kapcsolatunk. Mi a véleményed a, a mai fiatalokról, a kortársaidról? A mai fiatalokról a véleményem az, az, hogy nagyon sokan nálam fiatalabbak is, jóval fiatalabbak is. Próbálják utánozni a többieket. Az idősebbeket, és hogy mondjam, utánozzák őket, kábítószerhez nyúlnak, mert azt hiszik, hogy ettőlük nagyobbak lesznek. Elkezdenek már 11-12 évesen dohányozni. Abban nem belegondolva, hogy lehet, hogy 20 évesen, 8 év múlva már a tüdejüket ki fogják köpni, annyira fognak köhögni. Szóval el vannak kanálszodva a mai fiatalok. Ö, igazából engem a katonai pálya is érdekel, és én volt egy ilyen téves dolog, az internet erre fölkerült, hogy lehet, hogy visszahozzák a sorkatonaságot. Én ennek örültem is volna, mert vannak olyan fiatalok, akiknek akkora szája van, pedig még semmit nem tett le az asztalra. Én örültem volna, mert egy kis nevelésben részt volna. Nem az, hogy apuci, anyuci, kicsi kedvence. Mert ugye az édesanyjuk, meg az édesapjuk azok dolgoznak, nem úgy törődnek a gyerekekkel, Nincs, nincs, nekik annyi figyelem szentelve. E, és egyszerűen azt csinálnak, amit akarnak. Igen. Nincs megkötve a kezük. Igen. Hazajön az iskolából, mi volt az iskolában, semmi kész, van leszke, nincs. És ezzel le van tudva a dolog. gondoltál -e már arra, hogy jobb volna elhagyni ezt az országot, és külföldre menni, dolgozni, meg ott Igen, élünk, és... gondoltam rá, meg is történt egyébként. Még amikor ezzel a lányjal együtt éltem, akiről beszéltem, akkor voltam kint Hollandiába három hónapot, és másfél hónapot voltam Ausztriába, Eisenstadtba. Az Eszterházi erdészetnek a területén voltunk gyéríteni. Csak aztán az egyik hely az nagyon kemény volt Hollandia, a munka, és azért jöttem haza, tehát túlhajszoltak bennünket. Volt olyan, hogy 28 órát voltunk folyamatosan dolgozni. Ezen pedig magyar volt a vállalkozó. Az erdészet ugye az osztrák, és a magyar vállalkozó nem fizetett ki minket egy hónap után se. És így hazajöttem másfél Igen. hónap után. Tehát akkor nem olyan nagy élmény volt? Nem volt nagy élmény egyáltalán, de még tervezem, hogy Megyek. És hova szeretném? Angliába, ugyanis beszélek angolul nyelvet, és így úgy érzem, hogy képes lennék ott elhelyezkedni. És nem sajnálod a hazádat itt hagyni? Hát sajnálom, de biztos, hogy haza fogok jönni, ha kint leszek. És miben tudnál ott elhelyezkedni, vagy milyen területen? Építőipar, elvileg a magyar építőipart nagyon megbecsülik. Tehát a könyvéseket lakatosokat, a burkolókat nagyon fülként Németországba, de Angliába is nagyon megbecsülik a magyar építőipart. A másik pedig ugye itt az intézményben a pék szakmát le lehet tenni, és én ezt el szeretném kezdeni, és avval szeretnék elhelyezkedni kint. Mondj nekem valamit arról, hogy ha, ha valami nagyon sikerült neked, akkor ezt hogy hogy tudtad kezelni, és ha valami nem sikerült, akkor azt is hogy tudtad kezelni? Ha nagyon jó sikerült, akkor örömmel újongva szaladtam édesanyámhoz, meg nevelőapámhoz, hogy nézzétek, milyen jó sikerült mondjuk a szintvizsgám, vagy ez a dolgozatom, és hát annyi volt, hogy jó, ügyes vagy, és ezzel le volt tudva az egész. Hát ez engem kicsit le is lombozott egyből, hogy csak ennyi, és meg se dicsértek úgy igazán, hogy ügyes vagy. A, mi pedig, hogyha nem sikerült, akkor viszont törjünk, Mert Voltak ilyen dűrohamaim, tehát nem tudtam kezelni az indulataimat. És ez gyakran előfordult, hogy az indulatokat nem tudtad irányítani? Előfordult főként, amikor nevelőapámmal összeveszem, akkor leginkább munkahelyen is, mert együtt dolgoztunk, ő volt a közvetlen felettesem, ott is előfordult, tehát akkor igazából csak annyi volt, hogy ordítozva sarkon fordultam, aztán ott hagytam őket úgy, ahogy voltak. Otthon meg törtem, zúztam is. Van egy másik kérdésem is, Pongrác, szeretsz -e élni? Élni? Igen. Szeretek élni nagyon is, bár amikor utcára kerültem és három napig utcán voltam, megkíséreltem az öngyilkosságot, de mégse volt hozzá elég bátorságom. Fölvagdöstem magam, de nem úgy, hogy én most tényleg meg akarok halni. És úgy kértem segítséget egy kórházba, hogy én szeretném abba a kábítószer problémáimat. Szeretnék megváltozni, és ott ajánlották ezt a helyet, hogy ez egy rehabilitáció is. Ezt tudják ajánlani. Igen, és úgy gondolod, hogy itt majd sikerülni fog? Hát eddig úgy néz ki, hogy sikerül, igen. És mennyi ideje vagy az emberbarát alapítványnak? Másfél hónapja. Másfél hónapja. Hát még a, az igazi nehéz rész hátra van. Igen, a neheze még hátra van, de úgy azt nézzük, hogy három hónapja abszinens vagyok. Igen, hát ez nagyon szép teljesítmény. Néha vannak még kisebb elvonásaim, de tudom őket kezelni. Te milyen drogokat is használtál? Használtam marihuánát, használtam LSD-t, használtam varázsgombát, használtam ezt a biofüvet, kokaint, kristályt, tehát ami éppen jött. Te legelandoltál a, a a fűnél, a biofűnél, illetve a kristálynál, vagy vissza, vissza szoktál térni a régi? Vissza is, vissza, -vissza a régire is, de főként ez a biofű volt, amit úgy éreztem, hogy ez engem tönkre tesz, ugyanis olyan mennyiségeket fogyasztottam belőle, meg volt olyan ismerősöm, aki bele is halt, meg rosszul lett tőle, meg dagatancos lett a tüdeje tőle, Szóval, hogy ez mégis egy eredetmentő példa lett volna, de én mégis csináltam. A véleményed szerint a, ennek a Drognak van jövője itt Magyarországon? Szerintem a használókból, hát én rengeteg ismer, embert ismerek, aki használja. Szerintem biztos, hogy van jövője, sőt, ez, ez terjed el a leginkább az egész ország törletén. Ugyanis, amikor még szerhasználó voltam, egyre nehezebb volt hozzájutni rendes marihuánára és olyan úgymond ezektől tisztább szerekhez, nem mint ezek a designer, hogy azt se tudjuk, hogy mit tartalmaz, vagy milyen összetétel, ilyen szintetikus dolgokhoz, sokkal hamarabb hozzájutott az ember. Még valamit szeretnék kérdezni, hogy mi a véleményed a hitről? A hit, nekem van egy hitem Isten felé, és én szoktam imádkozni hozzá, hogy adjon erőt, hogy én meg tudjak változni, és hogy ne legyenek elvonásaim, szűnjenek. Ö, szerintem mindenkinek van egy sajátos hite, mindenki hisz valamiben. Én például Istenben hiszek, hogy létezik és hogy volt. Bár azelőtt nem sokat jártam templomba, de itt a mindenki templomába nagyon tetszenek az előadások, főleg az ének, arra, ahogy énekelnek, ez engem mindig megérint valahogy. És te milyen, milyen zenei irányt követsz tulajdonképpen? Hát milyen, a repzenét hallgattam, de hallottam olyat, hogy igazából az a zene, amiben te jól érezted magad, amikor te szerhasználó voltál, azt a zenét el kell felejteni. Igen. Tehát ezek a technózenék, meg ezek a repzenék, ezek ugyanoda vezetnek vissza előbb-utóbb, ahonnan elindultál. Igen. De van egy másik mifa is, a rock, amit azelőtt hallgattam, amikor még nem voltam egyáltalán szerhasználó, és próbáltam, akkor rockot hallgattam, és ez visszatértem. Még a zenéről jutott eszembe, hogy Trombitáztam egyébként másfél éven keresztül, még harmadikba, meg negyedikbe. És más hangszerrel nem is próbálkoztál? Zongorázni szerettem volna, de nem volt rá lehetőségem. Összefoglalásképpen, mivel most már lassan lejár az időnk, a beszélgetés ideje, mire számítasz a, a jövődet illetően? Hát szeretném, hogy a családom visszafogadjon, ahol régen együtt éltünk, Kecelán, és hogy tudjam őket támogatni, ugyanis nevelő apám is már 56 éves, fárad, egész életében fizikai munkát végzett, szeretném őket támogatni, és szeretném azt, hogy külföldre kikerüljek, dolgozhassak, és tudjam őket külföldről támogatni itthon. És ami lényeg, mert ez nagyon szép, hogy a családodra így gondolsz, de hogy ahhoz, hogy az embernek abszinensé kell válni. Ezt is szeretném, hogy ne esek vissza. Egyszer sem. Mert akkor úgy döntöttem még, amikor bejöttem, hogy visszaesek, akkor vége. Akkor nem szeretnék élni. Már Igen, de hát nem reméljük, írnám. reméljük, hogy sikerülni fog. És az élet tele van küzdelemmel, és meg kell tanulni megküzdeni. a rossz dolgok jönnek. Gongrád, nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad magadról, kicsit jobban megismertünk, és a célkitűzésedhez nagyon sok erőt, sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!